Élet és csapattörténetes videósorozatunkban ezúttal azt mutatjuk be, hogyan sikerült eljutni a Kisvárdának 5 év alatt az NB3-ból egy lassan stabilá váló NB1-es csapatig, úgyhogy tartsatok velünk. Előjáróban a Kisvárdáról annyit, hogy a klub 1911-es alapításától számítva 1978-ig csak a megyei osztályokban szerepelt, illetve a harmadosztályban. Ebben az évben viszont története akkori legnagyobb sikerét aratva a második vonalba jutott. A klub 2001-ben pénzügyi gondok miatt megszűnt, hiába vezette az NB3 Tisza csoportjának tabelláját. Az orvosi labdarúgó csapat másodosztályú licenszét sikerült megszerezni a várdaiaknak, és Óvese Várda néven születtek újra 2003-ban. Ezután egy újabb névváltoztatást és egy sikeres szezon tudhat maga mögött a klub, hisz egy stabil harmadosztályú csapatot sikerült kiépíteniük Várda esenében, aminek meg lett az eredménye, hisz 2008-ban az NB3 Tisza csoportjában második helyezést értek el. 2009-ben egy adminisztratív hiba következtében és egy játékos jogtalan szerepeltetése miatt a szövetség 22 pontot vont le a Kisvárdától, és ezzel a kiesés fenyegette meg a Kisvárdát, amely később is következett, és ennek következtében ismételten lecsúszott a Kisvárda a megyei osztályba. A 2010-11-es idényben megnyerte a megyei bajnokságot a Kisvárda, és ezzel szinte azonnal vissza is tért a harmadosztályba. Az azt követő évben viszont hiába nyerte meg a harmadosztályt, még nem vállalta a feljutást az MB2-be. Rá egy évre ismét bajnok lett, és a Szeged ellen megvívott győztes osztályozó után a másodosztályba jutott a csapat, és ezután már tudta vállalni a feljutást. Ezután rengeteg változás jött a klub életében, az új osztály mellett új címer, új név, és a Kisvárda FC név is a várdaiakat illette meg. A bennmaradás ellenben nem sikerült a csapatnak, hiszen a 2013-14-es idényben pont azonossággal állt a Cegléddel szemben, ellenben az egymás elleni eredmény miatt a csapat végül kiesett az MB2-ből, és ismételten az MB3-ban szerepeltek. A következő szezon a 2014-15-ös, a kupamentelésről volt emlékezetes a Kisvárdának, hiszen ekkor a negyed döntőig jutott el a legjobb magyar kupa szereplését produkálva ezzel a Kisvárda, ott viszont a Szolnok jelentette a végállomást. A 2015-16-os szezonban közel állt a Kisvárda az első osztályba jutáshoz, de 5 ponttal kevesebbet gyűjtöttek, mint az akkor feljutó Mezőkövest, így nem maradtak a második helyről, valamint a dobogóról is, hisz azt az Alegerszeg szerezte meg, ilyen egyedik helyen végeztek abban az idényben. A következő évben a feljutás célja egyértelművé vált Kisvárdán, hiszen a csapat az utolsó fordulóig versenyben volt az ezüstéremért, ellenben ekkor 5 csapat is versenyben volt nagyon sokáig a feljutásért, ám a Felcsút az utolsó fordulót biztosan feljutóként várhatta a 38. fordulót, míg a Békés Csaba és a Soroksár az utolsó fordulóra kiestek a harcból, így maradt a döntés, hogy ki jut fel. A Kisvárda vagy a Balmazújváros. Talán a sors fintora is, hogy a két csapat pont egymás ellen meccselt az utolsó játéknapon. Amennyiben a Kisvárda idegenben nyert volna, a második helyen feljut, ám döntetlen esetén a Balmazújváros 1 ponttal a Várdát megelőző lett volna ezüstérmes, tehát a Kisvárdának csak 3 pont volt az elfogadható. A várdaiak nem mutattak azon a meccsen alárendelt szerepet, ám a Balmaz kivárt, míg nekik a döntetlen is tökéletesen megfelelt volna, végül Zsiga Ervin hajrábeli góljával stílszerűen egy feljutásért két rangadót megnyerve, a Balmazújváros jutott az élvonalba, míg a Kisvárda az előző szezonban elért negyedik helye után, most már a harmadikon végzett, majd a következő szezonban követte a sormintát. Ekkor ugyanis stabilan őrizte az MTK mögött a második helyét a tabellán, és egy Szeged elleni döntetlennel végződő mérkőzést követően biztossá vált, hogy első élvonalbeli jogosultságát megszerezte már 2 meccsel a vége előtt. De ezt a hátralévő 2 meccsét is megnyerte, és így készülhetett az első osztályra, nem kis bevásárlással. Ezen a nyáron ugyanis 5 ukrán, 3 román, 3 brazil, 1 görög és 1 szerb játékossal kötöttek szerződést, úgyhogy emellett korábbról már 2 szerb, 1 horvát, 1 román és 1 ukrán légiós és alapember volt az MB2-es csapatban, közülük ma Melnyik még szintén alapember a Kisvárdában. Emellett akár ide vehetjük Lukászt is, aki egyébként ugye brazil, viszont ő már nagyon régóta erősíti a Kisvárda csapatát. Az újak közül Felipe volt a szezon végén a legjobb kapus az NB1-ben, úgyhogy volt azért olyan légiós a Kisvárdának, akik tényleg beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, sajnos elég kevés volt ebből. Kisvárdának nem úgy indult a szezon, ahogy ők azt tervezték, hisz először a Molvéditől, majd a Honvédtől is 4-0-ás vereséget szenvedtek,
aminek köszönhetően az akkori vezetőedző Kondás Elemért kirúgták, és a helyére Révész Attilát ültették a kispadra, akivel szintén nem úgy indult a kezdet, ahogy ők azt szerették volna. Először az Újpesttől, majd a Fradi-tól is kikaptak, 1-2-0 arányban. A Fradi elleni mérkőzésen egyébként a Kisvárda felavatta új stadionját, a Várkerti stadiont, éppen egy 2-0-as ferencvárosi győzelemmel, viszont új stadiont kapott a Kisvárda, amelyet az NB2-ben még nem próbálhatott ki, ellenben az első hazai NB1-es meccsét az Újszentélyben játszhatták le a várdaiak. Ezután felcsúton a Puskás Akadémia ellen a már nagyon régóta a Kisvárdát erősítő Lukasz megszerezte a Kisvárda első élvonalbeli gólját és emellett pontját is, utána pedig a DVT-kelni egy-egy után az MTK otthonában Vári Barnabás büntetőjével a Kisvárda megszerezte első élvonalbeli győzelmét is. Az első hazai győzelemre pedig szeptemberig kellett várni, amikor is a szombathelyi Haladás ellen 4-1-es sikert adott a Kisvárda. A Kisvárda a Diósgyőrrel, a Haladással, a Paksal és az MTK-val versengett a kiesés elől, végül a szombathelyek és a fővárosi kékfehérek estek ki, miután a Várda otthon 2-1-re legyőzte a Mezőkövesdet, így abszolút újoncként, de be tudott maradni, és 9. helyen zárt a Haladást, az MTK-t és a Diósgyőrt is megelőzve Dajka László irányításával. A Kisvárda ebben a szezonban 3 edzőt fogyasztott el, a szezon még Kondás Elemérrel kezdték, 2 meccs után kirúgták, utána jött Révész Attila, ő sem maradt sokáig, majd Dajka Lászlóval sikerült bent maradni, viszont neki is távoznia kellett, az új edző Mirica László lett. Az új szezont jól kezdte a Kisvárda, hiszen az új edző egy pakseni győzelemmel debütáltam, hiába a 6. hely szezon közben Dajka ismét visszatért, ám egy Zalaegerszegeni 1-1 után neki is megköszönték munkáját, úgyhogy ebben a szezonban is lett egy 3. edző, Bódog Tamás irányításával pedig a Kisvárda stabilan kivívta a bentmaradást, mint az utolsó fordulóban 2-0-ra nyert Diósgyőrben, és így egy helyet javítva a 8. lett a tavalyi szezonhoz képest, a Kaposvár, a Debrecen, a Paks és a Diósgyőr is megelőzve lett a tabellán. A nyáron azonban Bódog távozott a Budapest Honvédhoz, úgyhogy a Kisvárda újabb edző után nézhetett, sokáig portugál szakember neve is felmerült, hogy külföldi edző végül magyar lett. Subka Attila irányítja a Kisvárdát, a következő szezon pedig majd az újonc Budafok ellen idegenben kezdi meg a Kisvárda csapata. Kisvárdán robbant be többek között Grozevics, akinek az összes NB1-ben szerzett gólját az ibetére kattintva nézhetitek meg. Ám a gólerős csatár a következő szezon már nem Kisvárdán, hanem Diósgyőrben kezdi meg, hisz a koronavírus alatti kényszerszünet közben román csapattársával hazaszökött, ezért a Kisvárda azonai hatállyal szerződést bontott vele. Híresebb játékosok, a korábbi ukrán válogatott Artem Milevszky is megfordult Kisvárdán, ám ő sok vizet nem zavart, ellenben Ugo Seko, Stavros Cukalász vagy Fernando Viana is megfordult az NB1-ben várdai színekben, és Cukalász jelenleg is a Kisvárda légiósa. Nagyjából ők azok, akiket még alapembernek lehet nevezni. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel, illetve nézd meg további élet, illetve csapat történetes videóinkat, és hogyha van javaslatod, hogy miről készítsünk még, nyugodtan írd meg kommentben. Sziasztok!